A Jókai Színházban több vígjátékot is bemutatnak a 2017-es évadban. Seregi Zoltán, a színház igazgatója elmondta, hogy a törvénytelen randevú után még a diótörő felnőttek számára újra gondolt verzióját és egy francia vígjátékot is bemutatnak majd. Hát egy derűs évad lesz, egy jó hangulatú évad lesz, úgy gondolom, hogy kezdődik ezzel a nagy színpadon a felnőtt bérletben, akkor a diótörőt felújítjuk felnőtteknek, olyan visszajelzések voltak tavaly, hogy erre van igény. Ezen kívül a reformáció 500. évfordulójára készülünk egy ősbemutatóval, amit Pozsgai Zsolt írt a színház számára kifejezetten, ráadásul Békés Csabai történelmi vonatkozásokkal, úgyhogy ez lesz az évadnak a nagy komoly darabja. Ezen kívül lesz még egy francia vígjáték, még egy, de egy modern, a Leszállás Párizsban, vagy Boeing néven is játszották, és hát a My Fair Lady lesz a másik nagy zenés produkció, amiben Gubik Petra és Szomor György lesz a két főszereplő, úgyhogy szerintem ez a felnőtt, és az Ősvigasztalás, a másik kamaradarab, Tamási Áron, az egy klasszikus magyar szerzőnek egy különleges darabja, ami ajándék előadás lesz a felnőtt bérletben. A gyermekek számára is lesz újdonság, a Mici Mackon kívül láthatják majd többek között Hendri Mária egyik meséjét, illetve Mikszáth Kálmántól a Beszélő köntös című darabot. A történet véletleneken és félreértéseken alapszik. A francia igazságügyi miniszter egy fatális véletlen folytán váratlanul Tricointe úrházában kénytelen éjszakázni, akinél egy újabb véletlen folytán egy kétes erkölcsű színésznő is kénytelen ott éjszakázni. Már a kezdő szituációból is látszik, hogy nem lesz hiánya vicces jelenetekből a darabban. Szeptemberben mutatják be, melyet Robert Kogó-Fewsett angol rendező direktál majd. 3-4 évvel ezelőtt találkoztam Fekete Péterrel Révfülöpön, ahol rokonai élnek és ahol én is élek. Akkor mondta, hogy el kellene jönnöd megnézni a színházamat, hiszen abban az időben ez az ő színháza volt. Jöttem, körülnéztem és felkértek, hogy rendeznék-e egy előadást, és én ezt a darabot választottam. És 4 évvel később végre meg is történik. A darabban közreműködik a 3 évtizeden keresztül Németországban szereplő Holler Márta színésznő. Mivel a francia komédia egy kosztümös darab, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő jelmezekben legyenek a színészek, erre garancia Westergombi Anikó kiváló jelmeztervező. 20-as években játszódik a darab, és hát korhű jelmezek lesznek, de most ennek az a jellemzője, hogy puha, lágy esésű anyagokból vannak, tehát ez mondjuk a színpadon mozgásban nagyon szépen veszi ki magát. Hát ami a színeket illeti, az látszik a képeken, és hát annak megfelelően, ahogyan a díszlet is elkészült, abszolút korhű. Hát ennyi az egész. Sokat nem tudok róla mondani. Hát lesznek még meglepetések, mert ugye vannak öltözések a darabban, amikor egy kicsikét kivillan ez az amaz, de az alatt is ott van a korzett, a kornak megfelelő alsó ruházat. Az urak azok rendkívül elegánsak, mert ugye arról szól a darab, hogy ez egy miniszteri tanácsos, egy magasabb kategóriájú, magasabb kategóriájú beosztottjai egy minisztériumnak, tehát rendkívül elegánsak, tudnak viselkedni, és van egy csomó helyzetkomikum a darabban, mindenki mindenkivel mindent összekever, elviszik egymás ruháját, át kell öltözni, akkor az ottan mindenféle helyzetkomikumokat ad elő. A törvénytelen randevú férfi főszereplője Bartus Gyula lesz, aki már korábban is dolgozott külföldi rendezőkkel, így ez számára nem jelent nehézséget, és nagyon várja a közös munkát. Angol rendező, francia vígjáték és magyar színészekkel, ez egy érdekes kulturális találkozó lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ez a humor hogy fog ebben elsülni, hogy külön nehéz játszani az angol humort, ha angol humort kell játszani, de szerintem megkerülhetetlen a francia bohózat színvonala, és a magyar humor tudjuk, hogy megint más. Na most ebből a 3-5 vezetből mi fog kiderülni, hogy fog elsülni az előadás, hogy mennyire fog tetszeni a közönségnek, ez egy nagyon komoly kihívás, és ebből a találkozóból bízom benne, hogy érték születik majd. A vígjátékot 2017. szeptember 15-én mutatják majd be a Békés Csabai Jókai Színházban.